Gomboson található a Szabadkai Egyházmegye egyetlen Szent Lászlóról elnevezett temploma, a lovak király tiszteletére szentelt emlékév kiváló alkalom arra, hogy az év folyamán több vallási programot szervezzenek a településen. Ezúttal bűnbánati napot tartottak, amely imádsággal és Mária köszöntővel kezdődött. Szent László király, tekints kegyesen reánk, kike zarándoklatot a te tiszteletedre is elvégezni szándékozunk. A gombosi plébános elmondta, Szent László király élete ma is fontos üzenetet hordoz, főként itt a Szórványban. Gombos, egy kis község, nem vagyunk többen 700-nál. Mégis tud olyan dolgokat mutatni ennek a világnak, ennek a közösségnek, amire akár például a mostani bűnbánt az zarándoklatnál az emberek szívesen eljönnek, szívesen meghallgatják, hogy mi forrásozik ebből a Szórvány településből Szent László királyunk, mire próbál ma is bennünket mutatni és irányt adni. Gombosra több száz zarándok érkezett, azt mondják, a vallás kiutat jelent számukra. Többet ér, mint a kirándulás vagy akármi, egy lelki megbékélés. Jövök litániákról is, amikor van hétköznaponként. Most meg már különösen idősebb korban, most már nagyon sokat eljárok a templomba, itt vagyunk közel, és akkor tényleg sokszor eljövök. Egy kis megnyugvás. Almási Róbert, a Diakovári Egyházmegye főtisztelendője a bűnbánatról tartott előadást a híveknek, ezt követően pedig a zarándokok a Kálváriához vonultak, és ott végigjárták a stációkat. A bűnbánati napot szentmisével zárták, amelyet Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek celebrált.